Marci, te Eminemet hallgatsz? Ah, igen, szoktam, szeretem. De ennyire? Tudod, én csináltam magamnak egy lejátszási listát spotify van, és ami tetszik, azt oda gyűjtöm, ez a minden nevű lejátszási lista, és ott elég sok nem van, és amikor elindítom úgy, hogy véletlenszerűen játsza le, valószínűleg sok eminemet dob be, meg sokat is ö, állítottam oda be, úgyhogy ezért. De mi ez a trend, mely le vagyok maradva, ezt kerékpáros körökbe hódít, vagy mindenki osztogatja? Mely nálad, nálad meg talán barnánál láttam. Figyelj, fogalmam sincs. Én amennyire tudom, sokan Drama hallgatnak, meg mindenkinek más az ízlése. Jó. Most amúgy meglepődtem nálad, még nem tudom. min bólogattam volna, hogy a Dina ezt hallgatja, de az Eminemre nem számítottam. Amúgy, figyelj, van egy olyan előadó, aki a második helyen van nálam, akinek egyetlen egy számát hallgattam meg, viszont azt körülbelül 300 és azért feldobta. Tehát, hogy én nem hallgatok ilyen, nem tudom ha akárhány 70 ezer percet, vagy ilyenek, én azért mondjuk a hetedét hallgatnom ennek, uh -huh. nem emlékszem pontosan mennyit, de biztos, hogy kevesebbet hallgatok zenét, mint egy átlag kerékpáros. Nem tudom, ezt így dobta föl. Eminem, mert biztos, hogy sokat hallgatok. Jó, jó, jó. Csak gondoltam, hogy kezdjünk ezzel, mert megmaradt bennem, meg szembe jött. Hogy megy a cross? Mert megnyitom az Instát, aztán jön szembe az ATT megosztása, hogy Dina úr egy szép speci nő. Igen, figyelj, ez egyenlőre bohóckodás. Nagyon élvezem, lehet, hogy most egy kicsit komolyabbra fordul, ez ilyen nagyon friss info, de még nem merek semmit ígérni, mert lehet, hogy nem. A csapat örül neki? Annak, hogy nyerek itthon Magyar Kupát, annak igen. De elmagyaráztam nekik, hogy ez a barátaimmal való kerékpározgatás nulla, nulla felkészüléssel. Uh -huh. Most egy dobogós kép mindig jól jön. Na jó, de úgy kérdezem, hogy örül neki, hogy támogatják a cross vagy azt mondják, hogy azért te kell lesz már február környékén. Nálunk vannak crossosok a csapatban igazából, tehát hogy az idei csapatban is van egy srác, aki crossozik, a jövőre nem lesz velünk, viszont aki jövőre velünk lesz, abból két srác is crossos csapatból érkezik konkrétan, és nyomják a világkupákat, meg a, valószínűleg a vb t is, úgyhogy ők azért, ők azért tényleg komolyan veszik a cross Csehországban, ez eléggé megy. Első edzőtáborban folyamatosan Instagramról tájékozódok, látom, hogy volt. Látom, hogy nem országúti ültetek, nagy Kettő hó. is volt. Kettő is Na, volt. akkor messék. Volt egy ilyen, hát igazából az első az full ilyen összetartós, ilyen túrázós, ugyanúgy, mint volt tavaly. Helyszín? Spindle Milin, remélem jól ejtettem ki, észak csehország a hegyek közepén, szép. Ö, Lengyel határ. Ah, szép. Hó is volt, már október elején. November elején, bocsánat, már volt hó, sokat gyalogoltunk, tudod, ezek a, ez is eléggé megy a cseheknél, ez a gyalogtúrázás, Magyarországon nem annyira, de de úgy élveztem. Meg sokat futottam össze, úgyhogy felkészültebb voltam erre, mint tavaly. Volt utána egy Montis, Montis edzőtábor. Azt láttam, szerintem. Igen, egy Montis edzőtábor, ott már... A, na, az mondjuk erős volt, tehát, hogy ott előtte konkrétan két hétig semmit nem ültem biciklén, majd utána úgy kezdődött, hogy kettő és fél óra, három és fél óra és öt óra, és mindezt úgy képzeld el, hogy Montival, ilyen gravel utakon, nyélen, tehát üveghangon. Tudod, amikor összeszabadul a, nem tudom, 17 cseh, meg szlovák, meg egy magyar versenyző, akkor ez ilyen, nem tudom, méregetés, meg... Uh... Jó, értem. Beszéljünk az évedről, mert csak azért jöttünk össze, hogy egy szezont értékeljünk. Voltak sikerek, de ugye nem azon a szinten, mint tavaly. Amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor ugye még euló kométás voltál, akkor már tudtuk, hogy nem leszel. Szóval, hogy hova teszed magadba ezt a szezont, mert CX Magyar Bajnoki címmel kezdtél, Malapolska az emlékezetes, Tour volt itt tökerős napod. Szóval, hogy egyrészt vannak végre győzelmek, csak ugye nem azon a szinten feltétlenül, ahol voltál. Tudod, nagyon sokat változik a kerékpásport, és egyébként most már ez a konti szint is szerintem nagyon nehéz. Tehát, hogy most nyilván amúgy nem egy malapolszkára gondolok, mert ez a szép, ered, szép, meg jó, meg nyertem, meg tényleg, de az mégiscsak egy ilyen lengyel többnapos. A kategóriában mondjuk ugyanaz, mint a flash deszű, de a flash dobogó az szerintem többet ér, mint a Malopolska győzelem. Tehát, Aha. hogy amikor megkérdezték például tőlem, hogy mik a leg, azok az eredmények, amikre büszke vagyok, akkor a végére odasoroltam ugyan a Malopolskát, de a Tour de Hongri, a CBU és a Flash deszű, az jóval előrébb volt. A másik, ami ilyen megkerülhetetlen, de ezt mondtad is szerintem a, a Tour de Hongri, mennyire csalóka ott a helyezésed? Az összetett? Az összetett. Hát annak örültem volna, hogy a top 10 lesz a vége, de ott a dobogógi, dobogókői szakaszt ezt egy kicsit ott elmértem, elkövettem egy pár hibát. Mit? Hát olyankor mentem, amikor nem kellett volna, elfáradtam, ez nem, nem egy olyan hegy volt mondjuk, mint a Pécsi, hanem tudod, nagyon sokat lehetett ansluszba menni, sok volt a támadás, és egész egyszerűen ott két annyira megrogytam, hogy nem bírtam átvenni a következő támadást. 17. hely, ugye ezért kérdeztem, hogy mennyire csalók a történet, de egyébként megnézzük a top 10-et, főleg az elejékor akkor ilyen Bernálok, Fábrók, Only Bull, Bentalet, Hírsi, tehát hogy nevek azok, meg a színvonal, az nem? Tehát magas. hát ez, az, nagyon, nagyon ott volt szerintem, és azért, azért vagyok nagyon büszke a pécsi szakaszon elért 10. helyezésemre, mert az valami. Tehát, hogy ott azért ilyen full szánktól elkezdve Ben Hermans, sokkal mögöttem érkeztek. Oké, okay, és mondhatjuk, hogy én ismertem, meg készültem rá, nem tudom, de, de azért ott az, az, szerintem az, az impresszív volt. Mentél te eleget idén? Tehát a majdnem 7000 versenykilométer az ebben a csapatban, meg ezen a szinten a, a, top max, vagy lehetett volna még? Hát lehetett volna még, mert én covidos lettem augusztus végén. Én tehát nekem hát a szlovák is ott van ott kimaradt, sem. Igen, kimaradt a szlovák. Hát kiutaztam a szlovák körre, és a csapat bemutatóra már nem mentem el, mert pozitív lett a covid tesztem. Úgyhogy hazatett kimaradt egy szlovák kör, egy Európa bajnokság, illetve egy horvát kör. Most azt, Na, ha az hozzászólmolod, az még mondjuk 15 nap plusz. Magyar bajnoki második hely, országút verseny, ezt hova tegyük? Az a max, most így, hogy van egy Walter? Szép meg jó, de ha háromszor voltam második, most már vagy nyerek, vagy semmi. Tehát, hogy most már engem persze, tehát maga a teljesítmény, az szerintem jó. Tehát olyan most ez lehet nagy lesz, de olyan könnyedén szakítottam le az Eriket azon az emelkedőn. Tudom, hogy ő ott nem volt annyira formába hogy, hogy azért az szerintem elég impresszív, viszont a második hely az semmit se ér. Főleg egy jó én. Ha azt mondom, hogy mint tudom én, először leszek második egy magyar bajnokságon, tök jó, azzal lehet valamit kezdeni. Meg úci pontban amúgy jó. De amúgy így, hogy háromszor voltam második, most már baromira nem érdekel, hogy második leszek, vagy 36. -dik. Most már tényleg csak az országúti magyar bajnoki mez hiányzik a repertoáromból, és ezt nagyon szeretném megnyerni. Hát most van egy Walter Attilánk, örülünk neki. És annak örülünk, hogy hát, jelenlegi tudásunk szerint jövőre is ott lesz, tehát nem nagyon akarnak még variálni. Ja, én, nem tudom, hogy hol lesz, de én én amúgy szeretem azt a pályát. Tehát de az, az az volna kérdezni, Jó, hát ennél nehezebbet szerintem talán fölösleges, könnyebbet meg nem érdemes, mert akkor lótré lesz az egész. Nagyon sokat beszéltünk már az ob egyetlen gondolat, hogy a mai fejeddel is elengedted volna, mert az elején, mert ugye egy kis végig végigszökésből nyerte. Tehát azóta akkor úgy voltál vele, hogy engedni kell. Figyelj, vagy valami őszintén, hogy én ott üveghangon mentem. Tehát, hogy. Abból ment elő? Igen, tehát hogy ott az, azok, az, nem azért nem mentünk, mert jó, valószínűleg, hogyha kettőt még belerúgunk a pedába, ott tudunk maradni az erikkel, de mind a ketten nyélen voltunk. És ő tehát, abból hogy... támadott és lépett el. Hát ő akkor sokkal jobban érezte magát, és úgy volt vele, hogy srácok, most miért nem megyünk már, és inkább továbbment. És amúgy jó döntés volt nyilván, tehát, hogy én értem azt, amit ő elmondott, hogy neki egy tempót meg kellett menni, nekünk meg betámadott az Epronex, és akkor néha gyorsabban mentünk, néha lan, nagyon lassan mentünk, és ez amúgy tényleg nagyon sokat kivesz az emberből. Figyelj, ez van. Hát nagyon, nagyon jó volt, nagyon erős volt, és én azt mondom, hogy verhetetlen volt aznap. Tehát, hogy tényleg. Okay. Úgyhogy amúgy tényleg a maximum második hely volt, amit kihoztam ebből. Oké, okay, hát ezt nem, nem, nem kell ragozni. A verseny után is kb. ezt mondtad, decemberben is ezt mondod, úgyhogy ebben ennyi volt. Lenyomtál egy évet az ATT-nél. Milyen ez a csapat? Baromi jó. nagyon tényleg? jó Tényleg, nagyon szeretem. Tehát, De mitől? Hogy tök jó a hangulat, nyilván van stressz a csekupákon, de, de amúgy nem. Volt egy baromi jó szezonunk, tehát vezettük a Europe Tour-t, konti csapatok között, végül harmadikak lettünk, így azt hiszem, hogy az összes pont kettes versenyre, amire akarunk menni, kötelesek meghívni. Nyilván jó lenne, ha megint meghívnának a Tour de Hongrira, vagy komolyabb versenyekre, bízom benne, hogy az összejön. Hát amíg mondjuk te ott vagy, az hmm. nem mondom, hogy garancia, csak jó az esély. Jó az esély, az biztos, majd meglátjuk. Nem, nem tudom tényleg. Szeretnék menni a Tour de természetesen. De azt azért tudni kell, hogy van egy időben vele más verseny, például a flash és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk esetleg nem hívnának meg, akkor nem biztos, hogy elengednének válogatottba, és nyilván köteles lennék oda menni, ahova a csapat megy. A Tour de Hongrie számomra mindig egy kiemelt verseny, tehát az év, év legfontosabb versenye. 2023-ban, tehát idén ki volt a három legjobb versenyzőtök szerinted? Lehet, hogy ne... Otruba nem. Otruba szerintem. Nem ilyen dobogóba, mert, mert szerintem az Otruba Magasan ő volt a legjobb, és akkor én voltam a második, a stocik a harmadik. Otruba 25 éves, öt, nem tudom, hogy mennyire vagy vele jobban nem keresgetik, vagy? De, is nem. Már gyakorlatilag alá is volt írva, csak aztán mégse. Te, Tehát hogy? De maradnátok? Marad, igen. És Óriási pekes, a csávó. Tehát, hogy elképesztően nagy tehetség, és ö, nem tudom, hogy azt hiszem, tehát 5 pro csapatból ebből három. Uh, Virtuurból volt nem ajánlata, hanem így érdeklődés, és kettő vagy három prokonti konkrétan uh, érdeklődött iránta, az egyik megszűnt, a másodiknál bejöttek ilyen izé szponzori problémák, és már le volt, tehát már az egyik prokontival már meg voltak egyezve fixen, hogy aláírnak, és akkor jött egy ilyen szponzor probléma, és nem. Uh -huh. És az a csapat még megy jövőre, a másik az megszűnt. De oda, oda is fixen leigazolták volna. Nálatok mennyire vannak komolyabb tervek? Vagy azt mondja a tulaj, hogy jó ez a szint, vagy esetleg azt mondja a tulaj, hogy hát lépjünk már feljebb, mert ebbe simán van annyi. Vannak ilyen tervek, de nem akar úgy feljebb lépni, hogy mi most vagyunk a legjobb, azt kell mondjam, hogy a legjobb kontisor vagyunk, mert, mert tök jó, hogy valószínűleg egy, egy Jumbo Visma Development Team, meg egy Alpecin Development Team megelőzött minket, pontilag, de, de komoly versenyeken amúgy szerintem jobb helyezéseket érünk el sokszor, mint ők, de nem akarja azt csinálni a főnök, hogy mondjuk a legrosszabb prokonti legyünk a legjobb konti helyett. Tehát, hogyha föllépünk, akkor üssük meg a prokonti szintet. Bármeddig te gondolkoztál azon, hogy maradsz-e náluk? Vagy akár úgy is feltettem a kérdést, hogy volt-e ajánlat? Nem volt ajánlat, szerettem volna elkerülni, Ö, nyilván, én úgy gondoltam, hogy az idei szezon után van rá esély, azért egy kétszer eléggé meg tudtam tekerni a pedált szerencsére, elég konstans voltam, úgyhogy én úgy éreztem, hogy ha most nem, akkor soha, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy soha. <laughs> Megkeresés ne nyilván... se? Nem, én kerestem meg csapatokat, és abszolút nem leges volt a válasz, ahonnan érkezett a válasz. De legalább nem hitegetnek, az jobb, nem? Vagy élek, ja, én nem, jobban nem, szeretném, nem. hogy mondják azt, nem kell, hogy majd visz, visz, jó lesz az, majd visszaszólunk, de inkább mondják, hogy nem. Jó, egyébként az igazság, hogy én láttam múltkor egy ilyen Instagram posztot valamelyik ilyen magazintól, vagy, vagy nem tudom, oldaltól, hogy ö, hány profinak nincs szerződése jövőre, és így... Ott állok, hogy azért óriási nevek vannak, és legalább volt vagy 30, oké, okay, hogy abból mondjuk 5 már biztosan kapott azóta, de hogy amúgy szerencsésnek mondhatom magam, hogy van szerződésem jövőre, és nem is rossz. Tehát, hogy mindenben sikerült előrelépni, és van munkám. Mm -hmm. Még ezt jelen pillanatban 25 profi kerékpáros a nagy nevek közül, és még szerintem legalább 100 kevésbé nagy név elmond nem mondhatja el magáról. Egyáltalán nem a nyilván nem a pontos összeg érdekel, félre ne érts, csak a, a, nagyságrendek. Tehát ha te mondjuk kerestél 100 forintot az euló kométában, akkor most az ATT-nél azt hogy képzeljük el? Ez 50 és az a max, vagy feljebb van? Hát idén kevesebbet kerestem természetesen, jövőre meg ahogy nézzük egy picit többet. Tehát egy kis túlzással akkor ezen a szinten így a max közelébe vagy? Abszolút a max közelébe vagyok mi vagyunk szerintem a legjobban fizetett. Jó, mondjuk egy Superman López lehet, hogy jól keresett a medeimbe, tehát hogy azért azt, azt, nyilván nem tudom, de európai kontisorok közül biztos, hogy nálunk a leg, legjobbak a fizetések. És ezt, ezt garantálom neked, hogy a development csapatok közül is. Erről meg már nagyon sokszor beszéltünk, illetve nem adásba is mondtad, hogy jól hangzik, hogy valaki a és nem véletlenül fogom ezt a csapatot mondani, koratekben teker, mert ez lehet, hogy egy szinten magasabban van, mint ti, csak hát milyenek a körülmények, kapsz -e fizút, annyit kapsz, amennyire -e idézőjelben mondom, bejelentettek, nem? Tehát, hogy lehet, hogy jobb egy ilyen stabil ATT-nél, ami harmadosztályú csapat, mint egy ilyen bizonytalanabb másodnál. Gondolnék erre kívülről. Az a baj, hogy a kerékpársport soha nem volt stabil, és egyenlőre azt látom, hogy, soha, hogy a jövőben, közeljövőben nem is lesz. Tehát, hogy mindig lesznek szponzor problémák, mindig lesz ilyen probléma, olyan probléma, amolyan, tehát ezt nem mondanám azt, mint hogy elmész egy állami céghez dolgozni. De valószínűleg igen, tehát valószínűleg jobb egy ilyen kontisorban lenni. Én úgy látom, mint mondjuk egy korratekbe. Tehát, hogy egy korratekbe én nem mentem volna el. Meg se próbáltam. Azt tudom amúgy, hogy a Stocek például nemet mondott a korratekre. Na jó, de most hallunk ilyen plegykeket, hogy ez befizetős történet. Tehát őt vitték volna korrektül, vagy neki is be kellett volna tenni egy összeget, amit vagy visszakap, vagy nem. nem Érted, mert nem, nem mindegy. Nem, nem tudom, szerintem nem. Tehát szerintem neki nem kellett volna betenni. Tehát te ilyen, de ilyen lehet, akkor nem igen. állnál bele, hogy... Saját magadba belefektetsz a rafinált olaszokhoz, aztán ki tudja. De nem ez, ez általában úgy megy, hogy őhetsz ahhoz, a szponzort. Tehát, hogy ha van egy haverod, akinek van fölösleges 30-40 ezer eurója, azt ölje bele a csapatba, és akkor ott lesz a haverod cégének a logója a mezen, uh -huh. és cserébe neked lesz fizetésed. Nem hiszem, hogy a versenyző magának fizeti, ha csak nem apuci belőle ennyit. De akkor számok kb. ezek? Tehát a, a minimum ott 40 fizetés... ezer euró út, min... akkor én Hát a minimum fizetés az... <laughs> Köszönöm szépen, de egy korotok benne fizetésbe. Szóval, hogy a minimum fizetések azok most változtak, nem tudom, néz utána, fogalmam sincs. Ah, jó, tehát akkor abból tudsz számolni kb. Ah, hát most 30 ezer euró körül volt a minimum a éves szinten, de nem, nem tudom. Tehát ezek hivatalos adatok, keresen rá, akit érdekel. Jó, 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 jó. Nem tudom, mennyire gondolkoztál azon már, hogy 2024 lesz egy Párizsi olimpia, az kijött, hogy az ország, mert ugye nem név szerez, hanem ország kvótát, egy férfi, egy női versenyző, már mint országúti mezőnyi verseny. Látsz erre bármi sanszt, vagy hogyha Walter úr azt mondja, hogy én szeretnék menni, akkor úgyis ő megy. Illetve hát pálya ügyileg menjen is ő. Bevallom, őszintén nem láttam a pályát. Tudom, hogy uh, amúgy emelkedővel ér véget, rövid emelkedővel. Figyelj, ki van olyan szinten, aki fel tudja venni a legnagyobbakkal a versenyt magyarországon Csak ő. Tehát, akkor tehát mennyi hogy mennyi senki ő. másnak semmi keresni vele jól, csak neki. Tehát uh -huh. pont. Én egy, egy pillanatig meg sem fordult a fejembe, hogy olimpiát fogok menni jó, jó, jó. És szerintem senki másnak nem is szabad, hogy megforduljon a fejébe. Csak az Atinak. Nyilván a Blankának, de... Volt már olyan edzőtáborotok, ahol szóba került 24 országúti program programügyileg. Igen, Isztrián kezdek. Az dátumba köbben mi? Február legvége, és március eleje az Istrian Spring Trophy. Tehát, hogy most változás lesz a tavalyhoz képest, nem Rodoszra megyek, hanem Istriára. Minden ilyen ö, szezon értékelőben meg szokták kérdezni, hogy célja idén. Ezt nem úgy kérdezem meg, hogy ha egy picivel többet nyersz, akkor már lehet, hogy jön ajánlat, vagy most már ki tudja. Egy évvel öregebb vagyok, tehát szarra kéne nyernem magamat, bocsánat a kifejezésért. hát ha szarra kell, akkor szarra kell. És talán akkor? Nem tudom, tényleg nem tudom. Szerintem, hogyha máj zászló lenne most a nevem mellett, akkor lehet, hogy akár lenne már. Tehát, hogy most a... nem tudom kimondani a nevét a Pim, Pim Romár, aki Cyclocross világ kupát nyert, ugye ő nyerte a Flash de a Anthony Hubi lett a második, oké, okay, hogy mind a kettő fiatalabb nálam, de mind a kettő Vagy hát a Pim Romár, lehet-e rosszul mondani a nevét, bocsánat. Ő ja, ilyen... A aha, srác, ő, ő próbajátékra megy, vagy, vagy nem tudom, a, a, a Hubi ő meg Quickstep, tehát ő fixen Quickstep. Most, 22 éves, most nézem. Arra. Hát nyilván, tehát azért mondom, hogy fiatalabbak, meg nagy benne a potenciál, de értetted, hogy nem tudom, szerintem akár ott lehetne a helyen valahol, prokonti szinten biztos, de menedzser hiány, és sajnálom, hogy ezt most már a sokadik éve el kell mondanom, mert nincs menedzserem, keresgéltem, nem válaszolnak, nem akarnak velem dolgozni, annyira változott, tudod, ez a sporták, hogy csak az új Remkót, meg Pogacsárt keresik, hogy leszarnak. Tehát, hogy 27 éves vagyok, kiöregettem, ha esetleg lesz nekem valahol egy hely, vagy éppen magyar keresnek, magyar szponzor miatt, akkor lehet, de amúgy egyre kevésbé hiszek abba, hogy én megint pró lehetek. Nyilván ez a motivációmon nem, tehát ezt a motivációmat nem befolyásolja, mert attól függetlenül szerintem tök jó dolog konti szinten is versenyezni, hogyha az ember normális fizetést kap érte. Főleg, hogyha eljuthat ilyen Tour de Hongrira, vagy, vagy Csekörre, ahol a prókkal összemérheti magát, és mert tán, tán mondjuk meg is veri őket, akkor, Elgondolkozhatnak a prók, hogy bakker, egy kontis gyerek elvert, tehát hogy ha már csak ezért az érzésén megéri néha. De akkor az nem is lehet kérdés, hogy Eulóból el kellett jönni. Egyértelműen, egyértelműen. Igazából annyira rosszul éreztem már magam a végén, hogy hogy el is akartam jönni, valószínűleg nem jöttem volna el, mert, mert hülye az, aki nemet mond egy, egy prokonti ajánlatra, de ezzel így meg, megkönnyítették a döntésemet, ha lehet így mondani. 2024-es ATT, mivel fogtok menni, mármint bice ügyileg, illetve van bármi komolyabb változás? Semmi. Amennyire tudom, semmi. Akkor úgy kérdezem, hogy meg voltál elégedve mindennel, ami bicó? Uh -huh. Abszolút. A bokszemüveg lecsúszott az orromról. De de, Egyéb... de, de, új modellt kapunk, úgyhogy... Tehát akkor marad a Lapier? egyébként most Bicóra visszatérve? Igen, rá? igen, marad a Lapier. Én azt hittem, hogy a csúcsvázzal mentünk, de azt mondták, hogy még olyobban fogunk jövőre menni. Nem, Na, hát tudtam, akkor... hogy... nem, tudtam, hogy, van feljebb az igazság. De fi, ilyenkor, bár ezt most nem tudom, hogy te tudsz -e válaszolni, vagy egy ATT szerelőt tudna, az, hogy csúcsvázak, az ugyanaz, amivel mondjuk az FDZ? Vajon? Ki tudja? Nem tudjuk. Jó. Fogalmam De sincs akkor az ide is, is, rendben volt. Elég top. nem. Szerintem... Életem legjobb biciklia volt, azt gondoltam volna, hogy mondjuk a kerék szinten visszalépés lesz, de az igazság, hogy nem. Tehát, hogy érted, egy MV-hez képest, hogy egy fast forward jobban, jobbnak éreztem. Oké, hogy meg lehet csinálva, hogy jobb lesz rá az MV-be, meg izé, szingóval mentünk, és azóta ugye fejlődött annyit a technika, hogy rájöttek, hogy hopp, a jobb lesz jobb, meg gyorsabb. Tehát, hogy azon is, az is egy pici előrelépés biztos volt olyan téren is. Jobbnak éreztem mindent. Tehát, hogy tényleg. Nyilván, tudod, ez, ez sokszor fejbe, tehát fejbe lehet. Tehát jó formában voltam, mentálisan is jó, jó, helyen voltam, tehát mindenhol lehet, hogy ez is adott egy plusz érzést, hogy hú, most gyorsabban megyek, Aha. akkor az, nem, akkor az a bicikli miatt. Közben lehet, hogy a bicikli ugyanolyan, vagy sőt, még megkockáztatom, hogy az is lehet, hogy rosszabb, de én jobban éreztem magam. E, jó, jó, én abszolút értem, amit mondott, az érzés, a forma az nagyon sokat számít. Az rengeteget. Ha megnézzük a pályafutásodat, Pannon, Euló kométa ATT, akkor a bicók is így javultak pont. Aha, igen. Bár mondjuk a trekket eléggé szerettem ott, a, amikor kométa volt, és nem Euló. Tehát, hogy akkor a... Neked akkor volt Bászó az elején, ugye? Az, igen, az volt igen. A igen, utána I... lett egy track a, a... kométába. A... Bászóra, bocsánat, Bászóra visszatérve, ha így, ha így visszagondolsz a mostani fejeddel, az, az, nagyon a legalja volt, vagy akkor... akkor ezekhez neked... a kerékpárokhoz képest mindenképpen. De figyelj, én De mentem. akkor mit mondtatok egymás közt róla? 2018, első panonos év, akkor mit mondtatok a basszok? Brutál merev, nagyon jó, izé, Tényleg. elektromos ultegra, el, elképesztően jó kerékpár. Figyelj neked akkor egyébként, mert Szabó Ádi mesélte, jó, jó. hogy annom a panonban, ugye nem mindenre volt pénz, te azok között voltál, akik kaphattak vatmérőt? Mert mesélte, hogy azt hiszem volt két vagy három ember a legelején, aki kapott, és utána, ahogy tudtak venni, úgy jutott hozzá mást. Erre emlékszel? Most az igazság, hogy lehet, hogy a legelején én nem kaptam, nem a legelső között voltam, mert nekem volt talán. Tehát, hogy Csak ő... már elfelejtettem, akkor itt ült a Ádi abban a székben, ahol elfelejtettem tőle megkérdezni, hogy amúgy meg kikapott. De akkor a itt, Simon te? Peti biztos, hogy kapott, mert ugye ő akkor így nem nagyon kerékpározott, és ő akkor kezdte újra, tehát neki semmilyen nem volt, ő akkor kapott, de még az elején a Bátorfi Béla, tehát a Béla bácsinak csapatából lévő trekkekkel mentünk, tehát hogy először még azokra kellett vatmérő, és utána lett a a basszókra, de, de azokra a trekkekre is volt már, aki kapott asziómát. De szerintem én nem az elsők között voltam, mert nekem gyakorlatilag ugyanaz, mint az assziómám, csak a régi, régi verziója a B-Prom volt. Tehát, hogy ö, én nekem nem volt annyira égető szükségem akkor a vatmérőre. Kiegészítő ügyileg, milyen márkai mezbe mentek? Alé? Alé, igen. Ez jó cucc? Eléggé, szerintem. És ti mennyit kaptok ebből per szezon? Tehát, hogy az ATT-nél érződik, hogy nem eoló, vagy a két csapat között darab hát, sem. az, az igazság, hogy az utolsó eolós évenben rettentően sok ruhát kaptunk. Tehát, hogy tényleg van egy full nagy zsák ruhám, tehát egy nagy utazós táska ruhám, ami tele van bontatlan, címkés, eolós ruhákkal. Mert ott volt a... Tudod, mit gondolnak most a ha hallgatok? Marcikám, tudjál már egyet. <laughs> Bár mondjuk most már kuka, mert ugye politikométa lesz. Hát ezért lesz, ezért kuriózum. Egyébként meg igen. Figyelj, nekem olyanom is van, ami Burger King logós. Mert pont ez volt a lényeg, hogy ugye a Burger King logót csak bizonyos országokba viselhettük. Olasz ez vagy spanyol versenyek? Vagy olasz, gondolom. Magyar és olasz. Magyar és olasz. Ha. Magyar és olasz, és a többi országban nem viselhettük. Viszont, tehát kellett egy olyan szett, aminek a Burger King logó rajta volt, és évközben jött, a szponzor, a Visit Malta. Tehát akkor a Visit Maltas Burger Kinges, nem Burger king és hát gondolhatod hány szett. Tehát, hogy most ezekből a variációkból és amúgy annyi a különbség, hogy van, rajta van egy plusz szponzor, itt vagy ott. És így már megkülönböztetni is nehéz őket, tehát tudom, hogy ebből vagy abból még van valamennyi, de az meg kell néznem. Úgyhogy akkor rengeteg ruhánk volt, de tényleg brutális. Ö, és itt? Itt az ATT-ben én azt mondom, hogy elég. Tehát, hogy tudtam évvégén ezt adni valakinek. Jó, értem, tehát észszerű mennyiséget gyártanak, az eulóban meg túltolták, na. Vagy hát nem hát, vagy biztosra mentek, vagy kitültek? Hát nem a túltolták, ott a szponzorváltás miatt muszáj volt. Ja, tényleg, tényleg. Tehát, hogy ennyi, vagy hát nem szponzorváltás, hanem a plusz szponzor miatt muszáj volt. Viszont abban a szekrényben van még esetleg pannon Van. Tényleg? Hogy ne lenne. De több? Szerintem több. Szerintem nekem több. lenne egy ilyen tervem, hogy valahonnan szerezni egy pannon és aztán a messzire jutott urakkal aláíratni. Ez mondjuk extra lenne. Egyébként az a, az a pannon, az, a, mert ez az szerintem brutál jól sikerült dizájnra. Márka, az mi volt? Az az első évben G4, második évben meg Gashu. De tehát, hogy az, 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 nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy egyet mindenképp meg fogok tartani. Tehát, ha egy van, akkor nem adok bocsi. hát, de, én sem adnék magamnak, nem is kell. De... Csak úgy vagyok vele, ha tíz darabot kerülgetsz, akkor... Hát tized biztos nem, tehát hogy akkor nem voltunk olyan szinten ellátva, mint mondjuk most vagy a, az eolóba de azért volt szerencsére. Jó, ha egy darabban azt el is kell rakni, az nem is kérdés. De, de azt, azt, amúgy nagyon szerettem. Tehát, hogy az a design az, az, nekem az egyik ilyen etalon. Megnéztem a tavalyi beszélgetésünket, veszeg ilyen december lehetett, akkor a, a, podcastnak az lett a cím, hogy Dinamarci kettős pont, nekem az Eulónál minden a kajáláson csúszott el, így meg kell, hogy kérdezzem, egy ATT szintű csapatnál, vagy akár ezen a szinten csapatoknál, ezen mennyire pörögnek? Vagy az Egyáltalán, kifejezetten? Nem. Egyáltalán az Eulónál kifejezetten. Tehát, hogy amennyire én tudom, ők még, még a mai napig ezt az old school vonalat képviselik, ö, miközben az összes, most már kontis versenyzőhöz is eljutott az új trend, amit egyébként én is idén használtam. De várj, te, bocsánat, bele kell, hogy kérdezek, az új trendről honnan tudsz? utána is olvasgattam, illetve nagyon sokat beszélgettem az edzőmmel, Kenyeres ő, ő azért ebbe egy képbe van, meg uh, amúgy a táplálék kiegészítő terén a Göncigeri is segített, uh -huh. tehát hogy vele is, vele is sokat beszélgettem erről. Bevallom őszintén, hogy én régen a Gergőre nem akartam uh, hallgatni, mert voltak, hát most nem azt mondom, hogy rossz tapasztalatok, de hallottam rosszak, ro olyan dolgokat, amit, ami számomra nem tűnt uh, Jónak más versenyzőtől viszont vagy a Geri fejlődött, vagy az én mentalitásom, de mindenképp ő is, ő is sokat, sokat tudott segíteni a, az idei szezonomban, mind akár egyébként kajánlás terén, mind, mind, a táplálék kiegészítők terén, illetve a kerékpáron való táplálkozás terén is. De konkrétan a csapat mondott valamit, hogy ez meg ez legyen, vagy semmi nem érdekli őket? Semmi. Tehát, hogy most a, a cseheknek, most nem azért, de próbáld egy, egy csehnek meg egy szlováknak elmagyarázni, hogy, hogy száraz tésztát tegyél. Tehát nem, tehát ő, ők ezekre, tudod, az ilyen softos, nem tudom én milyen kajákat esznek, ők, ők nem esznek 110 százalékban úgy, mint ahogy egy olasz páros. És te, te appozol, vagy számolgatsz, vagy grammozol, vagy ennyire? Fejbe súlsz? minimálisan számolgatok, de amúgy nem. Tehát, hogy uh, teljesen más módon közelítettem meg ezt az egészet, mint uh, mint az elmúlt években, és azt hiszem, hogy nagyon jól sült el, mert uh, hát, egy pillanatig se voltam éhes, illetve sokkal vékonyabb voltam, vagy hát vékonyabb Jelen. voltam, mint, mint voltam eolósként, igen. És ez kilóban mit jelent? Voltam, hát nekem a versenysúlyom az ilyen 67, 60, a voltam idén is 66. A Procycling a Procycling Stacylinder, ez valid ebben, igen. Több bizon volt rajta, mint az eolo de kevesebb zsír. Nem mértünk, mert nem méregettem, és nem helyeztünk erre hangsúlyt. Inkább arra volt uh, helyezve a hangsúly az ábellel, hogy a, a mentális, mentális egészségre. Uh -huh. Tehát, hogy az mindennél fontosabb és minden más utának következik. Figyelj, mi történt volna akkor még egy nagyon pici euló, és most a példa kedvér mondjuk egy nevet, nem tudom, Eszus Ernánd, ő azért nagy név volt ott, nem? Vagy döntött dolgokról, mint edző, vagy mint sportigazgató. Mondjuk igen, teljesen igen, Mindegy. Igen. Eszus Ernánd azt látja, hogy Dina Márton 69 kiló, pedig 66-nak kéne lennie, viszont jól megy, nyereget szökik. Akkor mit léptek volna? Hát, hogyha nyeregettem volna, akkor valószínűleg nem annyira. De jó, akkor nem nyereget, őket. de nagyon aktív vagy. Tehát, hogy nem, szerintem én mindig kiemelni. aktív voltam, csak nem mindig volt szerencsém. Tehát, hogy ö, én mindig megtettem a, a maximumot, és ö, megpróbáltam mindent, de sokszor ez, ez is kevés volt, és nem mindig a kilókom múlt, vagy hát sok leginkább nem a kilókon múlt szerintem. De, de... de figyelj, hogyha nem mentél jól, de versenysúlyba voltál, vagy szerintük versenysúlyba voltál, akkor teljesen mindegy volt. Tehát, hogy akkor akkor bármit csinálhattál, viszont, hogyha ha nem mentél jól, és mondjuk két kilóval több voltál, ja, jó, akkor ezt... kezdődtek a problémák. Tehát, hogy... Aha. Még akkor is, ha nem az azok. Ok. Nem Igen. az a plusz két kiló volt azok. Ok. Jó, jó, jó. Felírtam én magamnak egy olyan mondatot, de ha akarod, nem válaszolsz, ha akarod, kivágjuk. Csak nála szerintem ez nagyon igaz, amit már nagyon sok profitól hallottam, hogy ha otthon meg a magánéletben minden rendben, akkor jönnek az eredmények. De nálad ez igaz. Ez abszolút igaz. Ez abszolút igaz. Tehát nekem van egy barátnőm, most már relatív régóta, ő mindenben támogat, és valószínűleg ő is kellett, ő nagy részben kellett ahhoz, hogy, hogy én jól teljesítsek például. Tehát, hogy stabil legyen a, a háttér. Őt kéne hoznod szponzornak mezre. Viccelek, viccelek. Két téma még, Marci, zárásként. Van pár olyan top országút is téma, ilyen szeptember, október, novemberről, amiről érdekelne a véleményed, de tényleg csak nagyon-nagyon röviden. Roglic elment a borába. Nagyon kíváncsi leszek. Tudsz neki szurkolni? Persze. Most szurkolok igazán. Ugye? Ja, ne, én az nem azt mondom, hogy szurkolok neki, csak hogy én ugye nem szurkolok. Kedvelem a jumbot, de ez, amit műveltek idén, ez demoralizáló, és szeretnék most már lát más látni. Mit szól Szebb Kuszhoz, illetve szerinted, gondolom ismerni kéne azért személyesen. Kinyílt a csipája? Én, én Azt most láttam. Parancsolj, mert így most túl meg nem tudom. De ez Eddig... jó vagy egészséges, vagy szerinted csak tudja, hogy mondania kell, és nem biztos, hogy így gondolja. És az, hogy figyelj, Jonas, lesz egy cikk, kicsit nagyot mondtam, de ne hidd el. Vagy ilyen nincs? szerintem ez inkább egészséges, mint hogy, mint hogy világ segítő leszek. Tehát, hogy ennyi, hogy ez, ezután egy kicsit meglepő, de közben meg amúgy nyert egy volt át, hogy és valószínűleg az elmúlt években is az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb volt a hegyeken, tehát és miért, ne, miért, ne, kaphatná egy esélyt a Tour de France-on? Most időfutamot is elég jól ment. Hát eléggé. Jó. Kintana visszatér. <gül> <gül> Na, aztán nagyon nevettem. Figyelj, ezen... De e e tehát ez az, amit egyáltalán nem gondoltam volna, már én full leírtam, abba hagyja, kész, izé vége erre Movistar leigazolja. mondom, az, az komoly. Azt ugye tudjuk, hogy edzed, de te merre hajlasz, hogy meglepően jó lesz, vagy egy év verseny nélkül nagyon fog látszani? ugye annyira már nem is fiatal, 90-es. Illetve, hogy egy mi a szint, hogy top 10 Grand Touron, vagy mondjuk Katalán körönhegyi befutó? Hát ő mindenki ő úgy volt beharangozva, legalábbis én úgy emlékszem, hogy ezt fog nyerni, meg azt fog nyerni, meg Tour de France dobogó, meg volt egy győzelem, meg volt egy nyert is, ha jól tudom. Volt egy győzelem. szerintem a, ne, nem tudom, tehát nem tudom. Szerintem egyszer Atival továbbra is, és akkor nyerni fog egy túrt, vagy nem dobogó Ez majd a, nem tudom, az élet meghozza erre a választ. Jó, mit szólsz ahhoz a trendhez, hogy a jövő évi Giron és a jövő túron is lesz murvás szakasz? Azért ezt a mezőny, tudom, hogy te technikásabbak közé tartozol, meg azon a Giron, ahol mentél, volt is olyan, tehát hogy te szereted, meg a is olyanokat mondott róla, hogy szerette, de azért a mezőny többsége nem. Jó Figyelj, irány, a, rossz irány. Én a Strada egyetlen egyszer indultam, és akkor átestem, mint a ház. Tehát, hogy, <laughs> De ott mitől? Saját hibámból. Vagy hát... Még az sem <laughs> mindegy, hogy a rádesnek vagy... Most ezt így nehéz elmondani, hogy saját hibámból, de leginkább, leginkább az én hibám volt valószínűleg, tehát ennyi. Egyébként, tehát annyi ilyen múrvás verseny van meg, meg kockaköves, hogy, hogy most már szerintem egy Grand Tourhoz, ez is hozzátartozik ám. De közben meg az is, az is megállja a helyét, az a mondat, hogy Nehogy már egy ilyen menjen el egy Grand Sokan neki. ezzel érvelnek, hogy a rossz pillanatban kapott defekt, kettő perc, és az... És olyan jó, hogy ezeket a döntéseket nem nekem kell meghozni, te... Tehát... <laughs> Én paramira fogom élvezni a murvás szakaszt a tévéből, de... <laughs> Pont ezt szerettem volna, hogy a tévé előtt ülve minden egyszerűbb. Igen. Utolsó téma, hallgattad-e a Szabó Ádámos podcastet? Nem, még. Nem, nem baj. Tudom, nem hogy baj. ez hiányosság. Nem, el... abszolút nem hiány, ha van rá időt bőven. Mert hogy vele panonoztunk érthető módon, és én téged már nagyon sokszor kérdeztelek Panronról, de így, így podcast nem. Megkérdeztem Ádítól azt többek között, hogy ha csinálnék egy kutatást, név nélkül jönnének a válaszok, az összes panonos versenyző. Név nélkül válaszolna, boríték, én kibontanám. Szerinted mi jön neki, hogy jó, hogy volt ez a csapat, és szerettem, vagy rossz, hogy volt ez a csapat? nyilván az, hogy jó, hogy volt. De hát név nélkül azért lehet őszinte. De, 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 de jó is de, hogy volt? Persze, hogy jó volt, hát ez egy baráti társaság volt. Összegyűjtöttem Magyarország akkor abban a pillanatban szerintem legjobb kerékpárosait, egy-két kivétellel, tehát hogy Kuszti, meg Krisztián, meg Lovasi Krisztián nem volt ott, ez egyértelműen, egyértelműen jó, hogy volt ez a csapat. Most érted, hogyha az a csapat nincs, akkor valószínűleg amúgy a Walter Attila nincs a Jumbo-ba én nem megyek el az eolóba, az Erik nem megy az eolóba. Te hallgattad, ugyanezt mondta Szabó úr, na jó viccelek, nem hallgattad. Tényleg ugyanezt Tényleg mondta. nem hallgattam, de tehát, ő, hogy... Örülök, majdnem biztos, volt direkt tettem fel így a kérdést, ilyen kicsit bután tudtam, hogy ezt fogod mondani, de hogy ha bárkibe kérdés lenne, akkor ezt a pannont, annak ellenére, hogy milyen lett a vége, meg halani is tartozásokról, fizu elmaradt, stb. Annak ellenére ez szép volt. És kellett. Kellett, kár, hogy ez egy ilyen tiszavirágzás lett. Két év, nem? Hát igen. De a második év már az, az olyan volt, amilyen. Én inkább azt mondanám, hogy másfél. Tehát akkor 18-as volt az igazán erős. Az, igen, igen. Tehát na, erősen kezdtünk, és erősen így zártuk azt az évet, és uh, utána a következő év az már nem volt az igazi, az ilyen erőlködés volt, de az már nem mondanám, hogy konti szinten lévő versenyzés volt. Minden esetre, ha az nincs, akkor szerintem nincs magyar kerékpásport. Vagy hát legalábbis nem ott tart, ahol most... Az biztos. És uh, amúgy az előző felsorolásból Pákban, hát kiágytam, de természetesen ő is a legjobbak közé tartozott, és nem volt ott. Majorka egynaposok januárban. Te emlékszel arra, hogy mit kerestetek ott? H hogy indulatott el egy előtte még nem létező pannon olyan mezőnyből válverdék és társai virtual csapatok mentek. Tehát az Ádám elmondta, hogy az csak pénzkérdése. Tehát, hogyha kifizeted a hotelt, meg nem tudom, akkor meghívnak. van neki, ő úgy mondta, hogy volt valami jó ismerőse, aki Lehet, azt, azt, nem tudom. Nekünk csak nekünk ennyit mondott. Tehát, hogy kifizetik a hotelt, ott voltunk, óriási teljesítmény volt, hogy sikerült befejeznem egy 1.1-es versenyt Majorkán. Kettőt is befejeztél. Jó, kettőt igen. De hát Hármat sík... mentél, kettőt befejeztél. De a síkot azt, az nyilván, tehát a, én a hegyi szakaszokra gondolok, az, tehát az, az nagy dolog volt befejezni, még nem tudom, most már, hogyha odállnék, akkor top 10-be szeretnék jönni. Tehát, hogy... Ö, sőt, sőt, most jut eszembe. Egy évvel később jöttem is a hegyi azon top 10-be. A 2019 januári... Ám, akkor kettővel, a 2020, 20, a Covid évében, januárban én 10-be jöttem ott. Jó, csak akkor a Kométa volt, ugye? Kométa, igen. A Tramuntánán tényleg 10-be jöttél. Azt mesélte Ádi -e ezekről a majorkai egynaposokról, hogy szerinte, így visszagondolva, rohadt nagy lendületet adott a brigádnak. Hát persze. Persze, de neked az motivációt jelentett ott, hogy az első versenyeden, nem tudom, Degenkolbok, Bennátik, és sorolhatnám a neveket, nagyon jó mezőny volt, Movistarok, Skyok, Borák, Trekkek mentek? Persze, de óriási dolog volt velük odállni a rajtba. Tehát, hogy azért az, azért az hatalmas élmény. És amúgy még a következő évben is így pislaktam, hogy ó, izé, ki ez meg közben úgy velük versenyeztünk. Neked 18 volt kb. Így az első ország, igazi országúti szezonod? Hát ez konkrétan igen. Tehát, hogy 17-ben mentem Tour de Hongrét, meg talán 15 be is, de igen, a 18 volt az első országúti szezonom. Ez félig még Mont is, is volt. Csak már azt nézem, hogy akkor neked konkrétan az első országúti versenynapodon elég magasan volt a léc. Nem? Mert konkrétan hát a... Jó, de nem, tehát mentem előtte két Tour de Hongrét, egy, egy székelykört, ja. ja, meg egy kupát! Azt az volt a leges <laughs> Igen, az volt a leges Ez nagyon vicces egyébként, mert a, ugye a mostani szövetség kapitány a Dérzsolt, akkor még versenyzett, és ezt rendszeresen elmondom neki, hogy az leges-legelső élményem vele az az, hogy a Tihany kupán... Évszám, bocsánat, mi? Hát fogalmas sincs 15-14, nem tudom. Valószínűleg valami óriási hülyeséget csinálhattam. Azt tudom, hogy atomnyélem voltam, és ö, valahogy így kiborítottam a sorból, vagy, vagy kacsáztam, vagy valami ilyesmi, de majdnem felraktam őt, valószínű, és megfogta így a nyakamnál a így, vagy a nyakamat, nem tudom, így megrángatott, és úgy elküldött nagyon meleg éghajlatra, Aha. ahogy ezt lehetett, és így, így hát, tudod, hogy így amúgy alig kaptam levegőt 200-es púlzuson, és így nem értettem, hogy mi történik, és ez a, leg, ez a legelső élményem vele. Ő emlékszik rá? Nem, nem, nem emlékszik rá. De ezt mindig elmondom neki. Ez, ja, szerintem, ez, nagyon, ne ez szerintem nagyon vicces. Mert utána meg, most ma, a, ma meg, amúgy így sokat beszélgetünk, így, nem tudom, nem minden nap nyilván, de havi párszor biztos, hogy beszélünk, meg így jó a kapcsolatunk szerintem teljesen véletlenül belefutottam a Twitteren, a Szabó Ádámos podcast alatt egy hozzászólásba, aminek úszol az elő, még nem hallgattam meg, de, és akkor most figyelj, hogy emlékszel -e erre a szitura. A megbeszélt időpont előtt érkeztünk Atival, de egy autó se várt minket a rajtnál, mert ugyebár Ádám órája sietett, ezért ott hagytak minket a hotel előtt. Mond ha, ezt a Viktor mondta. <laughs> Ő. Ez ilyen emlékezetes sztori? Hát az Adrián ott hagyta őket, vagy, vagy nem tudom, tehát jó, várj, nem, ez nem, csak nem a... volt? Nem, ez a GP. Adrián kigurult a parkolóba, vagy valami ilyesmi, csak akkor ott uh, amúgy rossz fát tettek a tűzre, mert elmentek bulizni csütörtökön, vagy nem tudom én mikor, uh, úgyhogy szombat-vasárnap verseny volt, és Viktor nem Mi is Walter jött. Hát jó, az Atinak a mulatás, az tudod, hogy néz ki, tehát elmegy egy drum and bass buliba, áll a egy bólogat, és utána hazamegy 11-kor, hogy aludjon. Tehát nála ez a buli. A Viktornál egy kicsit komolyabb szokott lenni a bulizás, de, de azon az estén ő is ilyesmit csinált, de voltak olyan szerencsementesek, hogy ezt kirakták egy sztoriba Instagramra, és, és ezt az Ádám meglett, és azt tudom, hogy amúgy a, a Viktor tehát ez úgy volt, a szlovák v volt uh, szombaton, és vasárnap volt a GP Adria, és a Viktor amúgy szlovák v 4 ment volna, mint, uh, mint első számú ember, vagy valami hasonló, nem tudom, és, uh, és büntetésképpen ő nem ment szlovák v hanem GP Adriát jött. Tehát, hogy ott már pattanásig feszültek az indulatok, ott a vasárnap reggel. Jó, hogy kellett volna lenni a főleg alaposan. Főleg a Viktorral kapcsolatban, igen, tehát, hogy uh, és ezek után elkésett, ugye, hát így, vagy, vagy, nem tudom, hogy elkésett a fogalmam sincsen, és akkor ott és amúgy nem ott hagyta, kigurult a parkolóból, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan. Jó, hát akkor erre válaszoltunk. Még egy panonnal kapcsolatos történet, mennyire volt ez így visszagondolva szerinted, és a lehetőségeitekhez képest, profi? Elmondom, miért kérdezem, Ádinak volt egy olyan mondata, hogy amikor őt legelőször felhívták, és meghallotta, hogy mi, mi, lesz ez, úgy volt magába, hogy ha ennek a 20%-a, nem 50, 20%-a teljesül, már tök jó persze, hát ő elmondta ezerszer, hogy ha, ha mint Monti pályás, mit tudom én, milyen versenyzőket összeraktunk, magyar amatőröket, mert azok voltunk, akkor ha nem leges legutolsók leszünk a versenyen, ő már elégedett lesz. Értem. Ehhez képest Majorka challenge fejeztünk be, meg nem tudom, utána tényezők voltunk majdnem az összes konti versenyen. Oké, hogy nem nyertünk, de, de tényleg számoltak velünk, és a 2018-as évben én emlékszem, hogy olyat mentünk a Tour de Hongrie utolsó szakaszán, hogy a CCC-sek megveregették a vállunkat. Hmm, jó, jó. Te akkor már te vagy a második ember, aki legalábbis így podcastbe örült ennek, meg dicséri meg, hogy mondjam, szépen emlékszik. De figyelj, hát nyilván, amikor benne vagy, és, és, és nem történik meg úgy minden száz százalékig, ahogy az meg lett ígérve, az, az rossz fényt tud vetni az egészre. De amúgy, ha ez a pannon ez nem jött volna létre, akkor a magyar kerékpársport baromira nem tartana itt, ahol most tart. Mármint így versenyző terén. Lehet, hogy lenne pro versenyünk ugyanúgy, de hogy nem lennének prokonti versenyzőink a barnán kívül, az elég valószínű. Bár amúgy, tehát azért az aténak az eredményei azt mutatják, hogy valószínűleg valahogy máshogy oda került volna. Lehet, hogy most nem tartana a jumbo de érted. Jó, hát ezt már úgyse tudjuk meg, de azért én akárkivel beszéltem, mindenki ezt mondta, hogy jó eséllyel nem lenne a, a hogy, hogy, is volt a három? A Dina Fetter, Val, igen, Dina Fetter Walter 3-as. Szerintem Ádival is ez a három név jött elő. Ott, ahol most. Hát hál' Istennek ott van. Mert akkor jó helyen van? Mármint legalábbis a Tina, meg gondolom. Másik két az ilyen Szerintem most, most, jó, jó helyen van. Nyilván, tehát nézd, azért van de bennem egy kis csalódottság, hogy, hogy nem írhatom oda a nevem mellé, hogy amúgy pro versenyző vagyok, mert hivatalosan nem vagyok az. Ez egyfajta csalódottság, de, de egyelőre én így megtanultam ezzel együtt élni, és amúgy meg ki vagy egy mit hoz a jövő. Tehát, hogy oké, okay, a hogy öregszem, de még bármi lehet. Figyelj, tehát, hogy nyomom, készülök, mikor erre, mikor arra. Még amúgy az Monti is van, tehát lehet, hogy egy pár év múlva megint Montizni fogok, ki tudja. Oké, okay. utolsó utáni kérdés, hogy vagy ezzel a hideggel, bár aki crosshozgat, az hozzá van szokva a gyanítva. Hát amúgy most elég rosszul, de, de úgy, úgy adta ki, hogy a következő időszakban nagyon keveset leszek Magyarországon. Na ezt volna kérdezni, hogy mi a, a mi tervek tábor? Hát most vasárnap uh, megyek Csehországba, és hétfőn repülünk uh, Spanyolországba 11-én. Így van, 22-én jövünk Én 23-án jutott csak Magyarországra, de ez mindegy szervezése februári edzőtáborban már jobb lesz szerencsére. Spanyolországon belül mi ez a kálpe is? És... Aha, Altea konkrétan. Hát az, az igen. Kap Negrét, az, Altea, igen. utána hazajövök, itthon karácsonyozok, végül is a barátnőmmel is kimegyek, karácsony után, szilveszterrel, tehát hogy ugyanoda. Igazából az tök jó, mert az félig nyaralás lesz, félig edzőtábor. És az magán az első megcsapat? A, igen, a januári is teljesen magán lesz, a cross után megyek ki két hétre, jövök, és utána februárban megint megyek ki tizen valahány napra a csapattal megint, és akkor hazajövünk, és gyakorlatilag kezdődik a szezon. Tehát, hogy én innen szerintem, nem is tudom, február végéig, amíg hazajövünk a második edzőtáborról, szerintem három hetet, vagy 23 napot leszek Magyarországon. Ját, a az így bírható a nulla fok. Hát így bírható. Így bírható. A De én amúgy tegnap is rúgtam 5 órát, tehát, hogy most ez, ez van, profi versenyző vagy, menjél ki. Tehát jó, hogyha szakad a... De egyébként én pont a... Mi volt? Ónos eső, meg hó reggel. Ö, múlt héten csütörtökön? Két nap nagyon rossz volt, igen. Én kimentem, montiztam négy órát. Tehát én nem bírom magam rávenni erre a Zwiftre. Otthon van, össze van rakva, özé, jó, nem, nem, okos görgő, csak ilyen olajos, tehát de, de normál ellenállásos, jó görgő. Van Zwift felhasználóm is, és nem, tehát nem bírok. Múltkor felültem, és 8 perc után szálltam le róla. <laughs> Az jó. <laughs> akkor inkább góki még akkor is esik. Jó, csináltam VO2 maxos résztávokat tavaly görgőn, mert, mert nyilván amikor ilyet kell csinálni, akkor, akkor azt kint a halvas esőben nem tudod kivitelezni, mert amúgy mit tudom én, elforog a kerék az aszfalton a hóba, tehát hogy akkor azt meg nem tudsz bevenni egy kanyart. Még fölfele se. Most négy órát tud, hogy nem fog görgözni, tehát jó, amúgy van az az idő valószínűleg, amikor nem mennék ki, de... Jó, hát ez nem kell gondolkozni neked, hál' Istennek irányál -e, aztán Tizen 15 fok, csáó, minimum. Hát minimum. bízom benne, hogy lesz ott 20 is. Ha csak szilveszterkor lesz, azt se bánom, csak akkor legyen. Oké, okay. Marci, köszi, hogy bejöttél. Élmény volt, mint mindig, de tényleg. Én is köszönöm. Nektek pedig. Uh, Remélem, sok hülyeséget mondtam, bocsánat. Nem, 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 és tudod, nem vágunk semmit. Úgyhogy uh, filutás úrnak is válaszoltunk. Szerintem ez a podcast így végződik. Jaj, jó hát. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, sziasztok!